Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Városi TV Mohács február 2-ai Hétközben című magazin műsorát látják. Adásunk elején jöjjön rövid képes ajánlónk. A meggyilkolt áldozatok millióira emlékeztünk, főhajtás az Ötvös utcában. Mit hozott az új év, és mit adhat 2022? Évértékelés a mohácsi horvát önkormányzatnál. Szent Vincére emlékeztek a hívek, misén idézték fel a diakónus vértanúságát. Hóval, borral, vigalommal. Vince nap a mohácsi szőlőhegyen. Közel 50 mohácsi, köztük számos önkormányzati képviselő, dr. Csizmadia Csaba alpolgármester, a Boldog Gizella katolikus általános iskola diákjai és mások jelentek meg január 27-én délután a zsidóság itteni emlékhelyén, hogy közösen idézzék fel az elhurcolt és meggyilkolt izraelita áldozatok mártíriumát. Az emléknap fájdalmas évfordulóhoz kötődik. 1945. januárjának végén ekkor szabadították fel a Vörös Hadsereg csapatai az auschwitzi koncentrációs tábort. Az Ötvös utcában Lőrincné Cifra Judit konferálásában a Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola fiataljai adtak rövid műsort ez alkalomból. Lakatos István, írás a porban, részlet. Láttam a megaláztatást, a drága színek, igen, ez lett. A drága szín, kabátodon csillag, iszonyú. Sárga csillag vezérelt már. Vohin, vohin! És többé nem ismert barát barátra, rokon rokonra, ölt ismét Káin. Húzzunk! Hörgött a csőcselék. Magasra! Húzzunk minden zsidót a lámpavasra! Aztán puskatus, aztán vagonok. Zuhanó testek nyoma, lábnyomok jelei a földön, írás a porban. Az eső feláztatná, a szél felsöpörné, az Isten sem törölheti ki többé. Elhurcoltak. Hajlékony derekad, szöges drótok, s kőfalak közé törték. Revolvercső követte a nyakad, mozdulatod vakító villanykörték. Elektromos áram őrzött. A vad önként kovácsolt bokád köré törvényt. 3 dekagram kenyéren, 12 dekagram répán éltél, s vizen. Folytassam. A föld megpenészedett, és borított a zöld penész a földet. Nem segítettek a csoda fegyverek. Az ítélet villámai dörögtek. Nem tart soká! Súgták hátunk megett a bénák, a vakok, ha visszajöttek. De bombák nyíltak a réten virágok helyett, s embert himbáltak a faágak. Mi ez? Miféle fagy termeszt? Miféle otromba csend emel körém falat? Milyen vak közöny ítél szenvedésre? Hajoljak meg, különben így marad. Akkor a csend. A csend emel a fénybe. Senkik nekem ne irgalmazzanak. Mint hold az égre, úgy emelkedik sötét szívem, tündöklő szívedig. Thank you.
Beszédében Cserdi Áron alpolgármester emlékeztetett a II. Világháború borzalmaira, egyúttal a holokauszt mának szóló üzenetét is megfogalmazva a közel 50 fős hallgatóságnak. Tisztelt emlékezők, köszönöm szépen, hogy ilyen talán még szokatlanul is nagy számban gyűltünk össze ezen a kifejezetten fontos emléknapon. 1945. január 27-e az auschwitzi haláltábor felszabadulása. A nap önmagában szimbolikus erejű, szimbolikus jelentőségű. Akik a történelmet egy kicsikét ismerik, azok tudják jól, hogy nem ez volt az első olyan haláltábor, amit felszabadítottak, de mégis ez volt a legnagyobb. A beszélésekbe nagyon nehéz belemenni, hiszen a visszavonuló náci hadsereg mindent elkövetett, hogy eltüntesse a nyomokat, hogy minél kevesebb bizonyítékot hagyjon maga után a rémtettekről. Mégis amit tudni lehet, vagy valószínűsíteni lehet, az, hogy nagyjából még a legszerényebb esések szerint is több mint 1 millió 100 ezeren lelték ott halálukat. Nem beszélve azokról a sok tízezrekről és százezrekről, akik valamilyen más ok miatt, például az erőltetett menetelések miatt haltak meg, például akkor, amikor a náci seregek már elkezdtek visszafelé vonulni, és próbálták az ő szempontjukból, ezt aláhúzom, persze az ő szempontjukból menteni azt, ami menthető volt, de igazából ugye eltusulni a bűnöket. Auschwitzból nagyjából talán 60 ezeren indultak meg ilyen erőltetett menetekben. Emeljük ki még egyszer, hogy január 27-éről beszélünk, tehát kegyetlen hideg téli időszakról, kegyetlen hideg téli napokról van szó. 60 ezeren indultak meg, nagyon sokan nem értek már oda a következő úti célhoz. Őket is nyugodtan sorolhatjuk az áldozatok közé. És sajnos szomorú magyar vonatkozása is van Auschwitznak. Magyarországról, ha a számok pontosak, persze itt is nagyon nehéz pontos számokat mondani, akkor hozzávetőlegesen 430 ezer magyar zsidót hurcoltak el. Közülük 330 ezeret nagyjából szinte azonnal kivégeztek, és tízezrek még később lelték halálukat ott a táborban. Abban a táborban, amelyikben a végén már arra sem figyeltek oda a gyors megsemmisítés, a kegyetlen gyilkosságok miatt, hogy az emberek egyáltalán valamilyen fajta azonosító számot kapjanak. Tehát azonnal a halál várta őket szinte. És megdöbbentő körülmények. A megdöbbentő körülmények azok, amelyekről a Vörös Hadsereg felszabadító katonái is beszámoltak. Nagyon fontos tudnunk, látnunk azt, és megértenünk, átéreznünk, hogy itt nem valamilyen fajta, mondjuk úgy romantikus filmbe illő forgatókönyv szerint történt a felszabadítás. Nem arról volt szó, hogy bevonultak a felszabadítók, és akkor a barakok oldalán, vagy bejáratánál balról jobbra integető, mosolygós arcok fogadták volna őket. Dehogy is. Nem erről volt szó. A harcedzett és sokat látott katonák is megdöbbenéssel tapasztalták, és megdöbbenéssel írták le, számoltak be később arról, hogy milyen látvány fogadta őket. Halottak, csont és bőr, élő emberek, nagyjából egyébként mindössze talán 7000-en, 7500-an voltak akkor ott a táborban. És hogyha a felszabadulás, a felszabadítás szóból indulunk ki, vagy ezen gondolkodunk el, akkor azt is látnunk kell, hogy valóban vannak ennek a szónak súlyos, mélytartalmú jelentései, gondolhatunk akár más korokból a rabszolgák vagy a jobbágyok felszabadítására, de a mai kor embere sokkal inkább érti már talán alatta a felszabadultságot, a könnyedséget, az önfeledtséget. Nos, 1945. januárjában a felszabadulás egészen másképp nézett ki. Ott a haláltáborban még túlélőként jelenlévők talán először fel sem fogták azt, hogy most mi történik velük. És ne felejtsük azt, hogy a testet talán akkor is ott felszabadították, de a lelket talán sosem sikerült felszabadítani. A meggyötört,
meggyilkolt, megkínzott lelkeket. Ezért is nehéz sokaknak beszélni, a túlélőknek ezért is volt nehéz sokszor beszélniük az ott őket ért megaláztatásokról, kínzásokról, megpróbáltatásokról, hiszen mintha újraérték volna az egészet, és ez volt az utolsó, amit akartak. Amikor a hétköznapi beszélgetésekben azt mondjuk egy-egy ismerősünknek, aki a problémáiról beszámol nekünk, hogy igen, átérzem a problémádat, ez akár még igaz is lehet, hiszen gondoljunk csak bele, miről szólnak ezek a beszélgetések. Talán valamilyen magánéleti válságról, esetleg munkahelyiről, ilyen problémákról, amelyeket valóban mi is átélünk, vagy átélhetünk, vagy el tudjuk képzelni ezeket. De amikor bárki egy túlélővel beszélget, vagy beszélgetett, ezt legfeljebb tényleg csak az udvariasság miatt tudtam mondani, hiszen teljesen kizárt, hogy ezt a fajta szenvedést, ezt a fajta megaláztatást bárki, aki nem volt ott, épp ésszel fel tudja fogni, vagy át tudja érezni. Ez egy nemzetközi emléknap, azért fontos ezt kiemelni, úgy gondolom, mert tulajdonképpen a holokauszt, ez a népirtás, ez itt zajlott Európa szívében, Európa közepén. De azáltal, hogy az emléknap nemzetközi, a világ különböző pontjain ilyenkor azért odafigyelnek erre a tragikus és felháborító, megbocsáthatatlan eseményre. És talán éppen ez az, ami segíthet abban, hogy megértesse az emberekkel, megértesse az utánunk érkező generációkkal is, és az azóta eltelt generációkkal, hogy alapvetően ennek a napnak az üzenete túlmutat ma már önmagán. Ez azt is üzeni, hogy bárkiből lehet áldozat, bárkit ki lehet jelölni, bármilyen embercsoportot, áldozattá, bűnösé lehet tenni, meg lehet bélyegezni, és éppen azért, hogy ez soha többé ne történhessen meg, szükség van az ilyen emléknapokra. Én köszönöm mindenkinek, aki a mai napon eljött, Lerújait kegyeletét, ennél a mohácsi falnál, és kérem önöket, hogy most akkor helyezzük el az emlékezés koszorúit. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. A főhajtás koszorúzással zárult. Vajon mennyire rajzolta át a koronavírus a mohácsi horvát önkormányzat tavalyi terveit, elképzeléseit? Mi mindent sikerült megvalósítaniuk, és mit nem az előző évben? Emellett arra is kíváncsiak voltunk, hogy az itt élő sokacok mit várnak ettől az esztendőtől, illetve hogy a következő 12 hónapban melyek lesznek a fő pontok önkormányzatuk tevékenységében. Ellentmondásokkal teri, nehéz évet zártunk. Összességében milyennek látják, hogyan értékelik a mögöttünk hagyott esztendőt? Hát én megmondom őszintén, a tavalyi év az nekünk nagyon, nagyon jó sikeredett, annak ellenére, hogy ugye főleg az elején nagyon sok problémánk volt, mert hol az egyik ember volt beteg, hol a másik, az iskolákban az egyik osztályt bezárták, a másik osztályt bezárták, tehát... De azért azt kell, hogy mondjam, az év végére, hála Istennek, majdnem minden programot, sőt, mondhatnám azt, hogy minden programot, amit elterveztünk, azt sikeresen végrehajtottuk. 2022-nek milyen főbb célkitűzésekkel vágnak neki? Mire helyezik a hangsúlyt idén? Hát nálunk, amióta mi vagyunk a horvát önkormányzatnál, és amíg a Sokaszkörben is voltam, nekem mindig a horvát nyelvoktatás. A horvát nyelvoktatás még hozzá azért is úgy érzem, és úgy érzi a mohácsi horvát önkormányzat, hogy igen komolyan kell ezzel foglalkoznunk, mert hiába van Mohácson három táncsoport, néptáncsoport, három néptáncsoportban mindenhol horvát nemzetiségűek a csoportvezetők, nagyon szépen énekelnek a gyerekek, ha németek, ha magyarok, ha horvát nemzetiségűek, szépen énekelnek, de ha nem beszélünk a nyelvet, akkor én úgy érzem, előbb-utóbb el fogunk veszni. Tehát nekünk a legfontosabb a horvát nyelvoktatás. Minden nemzetiség számára döntő jelentőségű az anyanyelv ápolás és a nyelvoktatás maga. Az ezt felvállaló mohácsi iskolákkal, óvodákkal, intézményekkel milyen a kapcsolatuk? Mi mondható el erről a partneri viszonyról? Azt kell, hogy mondjam, hogy mind a három
egységgel, vagy csoporttal, vagy akárhogy nevezem, tehát az óvodától, az általános iskoláig, a középiskolába, mindenhol nagyon jó az együttműködésünk, tényleg folyamatosan tájékoztatjuk egymást. Ez a tavaly évben nagyon nehéz volt, mert hiszen ugye, ahogy mondtam, hogy hol az egyik volt bezárva, hol a másik. Tehát nem lehetett úgy látogatni őket, nem tudtuk úgy kapcsolatot tartani, mert én mindig annak a híve vagyok, hogy személyes kapcsolat a sokkal többet ér, mint bármennyi e-mail. De viszont az óvodánál ott kezdeném, ami tavaly ugye nehezen tudtunk megvalósítani a horvát nyelv oktatást, mert hiszen két óvonőnk is elment Gyesre. Egyetlen egy óvonő maradt, aki horvátul beszélt, de volt egy megbeszélésünk, ahol úgy döntöttünk, hogy jött egy fiatal óvonő, akit a Mohácsi Horvát Önkormányzat szeretne Maszek úton egy kicsit kiképezni a horvát nyelvre, tehát legalábbis azokat az általános szavakat, ami az óvodába kell, hogy tudjon, tehát egy magántanárt fogadnánk neki, ezt fizetnénk, hogy ne csak akkor legyen horvát nyelv beszélgetés, vagy énekek tanítása, énekek vagy tánca, hanem a nap 24 órájával, vagy legalábbis addig, amíg a gyerekek ott vannak. Az iskolával kapcsolatosan meg viszont azt úgy döntöttünk, hogy az elsős gyerekek, azok minden egyes horvát nyelvet tanuló gyerek, aki elsőben van beírtva nálunk a Széchenyi Általános Iskolába, az egy horvát-magyar szótárt fog kapni, hiszen a szülőknek sokkal egyszerűbb lesz a gyerekeket tanítani, ha egy alapfokú kis segítsége van nekik, és abból tudnak segíteni. A gimnáziummal természetesen ott megpróbálunk mindent olyan lehetőséget megragadni, ami a gimnazistáknak kell. Itt vásároltunk szótárokat, vásároltunk olyan szótárokat, ami értelmező szótár, tehát horvát nyelven értelmező szótárt, és hát évente megpróbáljuk őket eszékre vinni, ez a tanárnő, aki a horvát nyelvet oktatja, ő szervezi meg, de viszont a horvát önkormányzat állja az utat, az ottani étkezést és egyebeket, hogy minden évben legalább egyszer elvigyünk őket valamelyik főiskolára, egyetemre, ahol egy kicsit mélyebben bele tudnak látni a horvát nyelv tanításba. Képzeletben lapozzunk bele az idei rendezvény naptárba, mi mindent találunk benne. Hát az idei naptár az ugyanaz lenne majdnem, mint a tavalyi, hiszen tavaly ugye az első volt a horvát nyelvtábor, akkor volt az Antal nap, meg egyebek, de viszont az idei szintén lesz, de ebből már egy kicsit bele kell, hogy lesem, hiszen itt megint azt mondom, hogy az idei évre a horvát nyelvtábor, ami a fontos, ami két pályázatot is adtunk be, Az egyik az Mohácson lenne az általános iskolásoknak, az alsó tagozatosoknak, a felső tagozatosoknak, meg a gimnázistákkal, ott Sveti Filippi Jakobba szeretnénk elvinni őket, hiszen tavaly ők voltak nálunk itten, és nagyon sok gyerek és rengeteg tanárnő volt, akik bevállalták, hogyha sikerül levinnünk a gyerekeket, ők nagyon szívesen akkor ott tényleg magas szinten tudnának nekünk bemutatni a horvát nyelvet, a horvát kultúrát, az egyházat, tehát tudjuk, hogy mi, mint horvátok, nagyon katolikus nemzet vagyunk, tehát ezekbe a dolgokba is bele szeretnének vinni minket. Akkor ami egy új, és én bízom benne, hogy fog sikerülni, tehát szeretnénk egy maszfaragókról, tehát annyi busójárási könyv, meg annyi busójárással kapcsolatosan könyv, fotókkal van megjelenetve, de viszont olyan, hogy maga a maszfaragókat, az még nincsen, és egy ilyen könyvet szeretnénk két nyelven kiadni, tehát egy magyar és horváton, tehát az egyik oldalon horvátul lenne, a másik oldalon magyarul lenne. Tehát amikor az ember megnézi egy maszfaragót, akkor mind a két nyelven fogja látni, hogy ő mégis mivel foglalkozik, mikor kezdte a szakmáját. Tehát ezt szeretnénk, és akkor
valamikor szeptember tájékán szeretnénk egy maszfaragó fesztivált, tehát lehet, hogy a kézműves fesztivál keretén belül, hogy ott személyesen is minden egyes maszfaragó, aki szeretne ezen részt venni, be tudja mutatni az ő tevékenységét, mert hiszen nem mindenkinek van olyan műhelye, ahol látogatható, de viszont ezen a fesztiválon meg tudna mutatni magát, és én bízom benne, hogy ez jó is fog sikerülni. Hát, ami mondtam is, hogy mi nagyon vallásos emberek vagyunk, tehát az antalnapi búcsút szeretnénk ugyanarra a szintre visszahozni, ami valamikor volt, hiszen most ez a pandémia alkalmában nem tudtunk sok mindent megcsinálni. Fölállítanánk a kertbe ugyanúgy a színpadot, ahol a gyerekek, a néptáncosok, tehát egy kis mise után egy kis kultúrprogram is legyen. Akkor hát mint minden évben megcsináljuk a Mohácsi Horvát napot, tehát ezt mindenhogyan szeretnénk. Sokat bár szeretünk volna most február 19-én, de igazándiból meghirdettünk, ugye, mert nagyon készültünk rá, meghirdettünk, és megtudtuk, hogy február közepétől március közepén megint úgy néz ki, hogy az ötödik hullám is fölmegy a csúcsra, és úgy gondoltunk, hogy inkább visszamondjuk ezt, mert hiszen ebbe az épületbe, ahol szeretünk volna a bált megtartani, ott a gyerekeink járnak iskolába, és nem szeretünk volna azt, ha nehogy Isten mégis valami kiderül, hogy onnan indult el valami, és le kell zárni az iskolát egy hétre, tehát ezt nem mertünk bevállalni. Akkor horvát írott anyagokra is pályáztunk, tehát itt azt kell tudnunk, hogy ahogy mondtam, hogy az elsős tanulóknak vásárolunk szótárokat. Ezt ki szeretnénk bővíteni, hogy az ötödikben a gyerekek akkor megkapják a magyar-horvátot. Tehát, hogy mire az ötödiket járja a gyerek, addigra már meg lesz, mind a két szótár birtokában lesz, és tényleg maximálisan fel tudnak készülni arra, hogy horvát nyelvet megtanuljanak. Minden évben el szoktunk hívni a Pécsi Horvát Színházat, ezt idén is szeretnénk, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy idén már beszéltünk az igazgató asszonnyal, hogy a horvátos, általános iskolá horvátos tanulókat szeretnénk idén egy pécsi színház, egy gyerek darabot is a horvát színház lehozna, tehát ezt is szeretnénk megcsinálni. És ahogy mondtam, idén is megint a tanulmányi út a gimnazistáknak lenne. Hát ez körülbelül a pályázatok, amit adtunk be pályázat. Azt kell hozzátennem, hogy tavaly ami pályázatot írtunk, az minden pályázat nyertes is volt, tehát mindent meg tudtunk valósítani, még annál többet is. És akkor természetesen jön a busójárás, meg az egyebek. Tavaly Mohács vendége volt Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. A politikus akkor úgy nyilatkozott, hogy minden korábbinál nagyobb és jelentősebb mértékben támogatják idén a hazai nemzetiségeket, kisebbségeket. Önök milyen pályázatok benyújtását tervezik? Hát itt most így nagyjából felsoroltam a programot, természetesen ezekre pályáztunk, és amivel itt nagyon jó volt ez a kérdés, hogy itt volt a Soltész Miklós, tehát mi Mohácson megbeszéltünk a nemzetiségiekkel, hogy tartanánk egy nemzetiségi vásárt, ami igazándiból a Engelt Anti még egy jó, talán 5-10 évvel ezelőtt, mikor a horvátok először jöttek, vártunk őket a főtéren, és ott találkoztunk, és akkor közénk csapodott még a Ferkov Jakab, aki elmondta nekünk valóban, hogy hol volt ez a nemzetiségi vásár, hogy ez a Széchenyi téren volt, és tényleg minden nemzetiség külön-külön megtartotta az ő kis csoportosulását. Tehát ezt évek óta próbáltunk megszervezni, és most a németekkel közösen, teljes erővel rajta leszünk azon, hogy ez a nemzetiségi vásár megvalósuljon, és itt bízom benne, hogy tényleg majd egy magasabb összeget fogunk kapni erre a pályázatra, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Elengedhetetlen a nemzetiségi önkormányzatok számára, hogy
fokozatosan megszólítsák a fiatalokat, a 10 és 20 éveseket, bevonják őket, akik majd aztán átveszik a stafétát és tovább viszik ezt a gazdag kulturális örökséget. A fennlövekvő generációt hogyan igyekeznek megszólítani, milyen eredményességgel? Hát itt olyanokkal próbálkozunk, egy író-olvasó találkozó, akkor amit mondtam, hogy a pályázatokon kívül van még nekünk rengeteg olyan programunk, ahová a fiatalokat be tudjuk vonni. Tehát van, a horvát önkormányzat támogatja egy zenekart, ahol ugye befizetjük őket különböző táborokra, a középiskolásokat, szintén a tavalyi évben is befizettük a Págon horvát nyelvű táborra. Idén is szeretnénk ugyanezt megcsinálni, ugyanígy, ahogy mondtam, hogy leviszünk őket tanulmányi útra, Eszékre, vagy Filip Jakova. Tehát próbáljuk minden egyes programunk, ami van. Hát itt olyanokkal próbálkozunk, egy író-olvasó találkozó, akkor amit mondtam, hogy a pályázatokon kívül van még nekünk rengeteg olyan programunk, ahová a fiatalokat be tudjuk vonni. Tehát van, a horvát önkormányzat támogatja egy zenekart, ahol ugye befizetjük őket különböző táborokra, a középiskolásokat, szintén a tavalyi évben is befizettük a Págon horvát nyelvű táborra. Idén is szeretnénk ugyanezt megcsinálni, ugyanígy, ahogy mondtam, hogy leviszünk őket tanulmányi útra, Eszékre, vagy Filip Jakova. Tehát próbáljuk minden egyes programunk, ami van, azokat, vagy azokba megpróbáljuk a fiatalokat behozni, hiszen nekünk szerencsés helyzetben vagyunk talán abban, hogy van a Sokackör mellettünk, ahol szintén rengeteg program van, mi csatlakozzunk, tehát ha külön-külön szervezet, de mégis a programjainkat mindig próbáljuk úgy megvalósítani, hogy ez közös legyen, hogy minél nagyobb létszáma legyenek, és ugye tudjuk azt, hogy a Sokackörben is van a gyerektáncsoport, tehát ott megtartjuk őket. Ugyanez igazándiból mi a horvát önkormányzat megpróbálunk más jelleggel. Tehát lehet, hogy már azon is gondolkodtunk, hogy lehet, hogy lenne egy ilyen, hogy 5 órai tea, ami valamikor volt, hogy ezt behozni a Sokaszházba nyáron, hiszen ott van egy gyönyörű ház, amit ki is kellene használni. Akkor, ahogy mondtam, hogy külön van zeneoktatás, tehát itt szintén bevonjuk a fiatalokat, akkor van a maszfaragó tanfolyamunk, ahol szintén most jelen pillanatban ugye a hely hiány véget, csak 8 gyereket tudunk fogadni, de ha eljön a nyár, akkor már ki lehet települni, már többel is tudunk foglalkozni. Tehát minden olyan dolgot megpróbálunk megfogni, ahová a fiatalokat be tudjuk hozni. Itt a szomszédban tőlünk pár méterre, az ön műhelyében a kollégái dolgoznak, és javában készülnek a busójárási kellékek, jó néhány kereplőt láttunk már dobozba rakva. Mennyire készülnek a busójárásra? Ez azért is kérdés, mert ugye tavaly meghirdetett programokat nem lehetett tartani. Mi teljes mértékben várjuk a busójárást, hiszen már voltam a Széchenyi iskola igazgatóasszonyával beszéltünk, hogy miben tudunk segíteni majd az iskolát, hiszen tudjuk azt, hogy minden évben én jó magam is föl szoktam ajánlani ilyen picike kis maszkokat, amit a gyerekek, tehát nem csak a horvátos gyerekek, hanem a németes gyerekek, tehát amivel ugye nemzetiségi osztály van, tehát ugyanúgy a mi gyerekeink járnak a németekhez is különböző programokra, ugyanúgy megpróbáljuk mi is a német gyerekeket, tehát akik a mi gyerekeinkkel együtt tanulnak, tehát fölkészítjük őket, adunk nekik. Vikár Csabával beszéltem, farsang előtt szeretnénk, hogy egy előadást tartson az általános iskolába, maga a busójárással kapcsolatosan, maga a busó viselkedésével kapcsolatosan, az öltözködéssel kapcsolatosan. Tehát ezt is meg fogjuk csinálni, tehát mind az igazgatóasszonya már le van fixálva. És hát természetesen, mint maga a busó csoport is, már igazándiból nyugdíjasak vagyunk, de abban is rengeteg fiatal van, és természetesen egyre több gyereket vonjuk be magunkkal.
Igazi hóförgeteggel kezdődött január 22-e szombat. Reggel nagyon úgy tűnt, hogy a szőlőhegyre vincenapozni indulókat fehérbe fogja öltöztetni a tél. Szerencsére nem így történt. A havazás idővel abba maradt, és amikor a 10:30-es mise elkezdődött a Szent Jakab kápolnában, már javában olvadt. A vallásgyakorlása nagy múltú, közel 200 éve felszentelt helyén Csősz István kanonok plébános várta a híveket. Krisztusban, kedves testvéreim, Szent Vince a diákonus. Ugye a diákonus szó, görög szó, annyit jelent, hogy szolgálat, szolgálni. Ugyan a latinul ugyanez a szó, a miniszter szó, vagy magyarosan néha az oltárnál szolgáló gyerekek, a minisztránsok, akik szolgálnak, akik segítenek. Na most a szolgálat szónak van olyan pejoratív értelme sokszor, hogy mi nem akarunk szolgálni. Mi inkább uralkodni akarunk. Ugye aztán Vörös Sándorról mondta azt, hogy ez a világ tele van urakkal, egy szolga van, csak az Isten. Mi úgy érezzük, hogy nekünk uralkodni kell, a szolgálat valahol egy picit, mondjam azt, hogy aljasabb munkának számít. Nyilván van ennek valami alapja, de alapvetően, ha belegondolunk, a szolgálat egy nemes ügyet szolgálni, egy jó dolgot szolgálni, ennél nagyszerű dolog nincs a világon. Szolgálni azt, akit szeretek, szolgálni a családot, szolgálni egy közösséget, egy várost, egy országot, sorolhatnám tovább, és igenis mindjárt egészen más értelmet kap. És minket az Úristen szolgálatra hívott meg, és meg is adta a mintát, a példát. Nem egyszerűen dirigált, hogy na, én eljöttem, itt uralkodok, ti pedig majd szolgáltok. Hanem eljött, lement, nagyon mélyre lement. A Betlehem istálló, a vámosok, bűnösök barátja, ugye milyen érdekes, hogy mi ugye letagadjuk, hogyha van valaki negatív jelzővel ellátott ismerősünk, akkor jó, hát nem, valamikor lehet, hogy találkoztam, láttam, stb. Élősöröm pedig bátran vállalja ezeket az embereket. Ugye a madarat tolláról, ember barátjáról ismerős a mondás, és ő vállalta. És erre hívott bennünket, hogy vállaljuk egymást, vállaljuk a kitaszítottakat, a szolgálat. Ezek nem olyan egyszerű dolgok, ugyanakkor máskor meg annyira kézenfekvő. Mit akarunk mi uralkodni? Úgy bennünk van most, itt eszembe, hogy bocsánat, hogy kapkodok, hogy egyszer gyereket megkérdezték, 7-8 éves lehetett, hogy mi akarsz lenni, hogyha fölnősz. Hát azt mondja, vagy főnök, vagy nyugdíjas. És akkor néztek, hát ugye a főnök nem dolgozik, a nyugdíjas meg szinte nem dolgozik, de pénzt azért kapja. Tehát, hogy bennünk van valahol a mélyünkön, pedig erre hívattunk, hogy azért ne csak főnökök, meg ne csak nyugdíjasok akarjunk lenni, hanem szolgálni egy nemes ügyet. Aztán nyilván ebben a szolgálatban azért kitartás és hűség kell, és az nem könnyű. Egyedül nem megy, mindig kell erő, hogy valaki segítsen, átlökjön, akkor azon a ponton, amikor esetleg elakadunk. Ilyenkor mindig eszembe jut a három bölcs, vagy három király látogatása. Nagyon sokáig mentek, közel egy év volt, még odaértek Jézus Urunkhoz, és honnét volt erejük, miből volt erejük? Ugye két dologból, egyrészt a csillagból, másrészt meg egymásból. Hát nyilván fölmerült a kérdés, hogy hát hova megyünk, meg milyen messze van, meg a többiek miért nem jönnek, meg hogy van ez? És biztos, hogy át kell adni a billentyű magukat. Most a csillag az fény lett. Az Úristen küldte a csillagot, de ugye ismerjük a természet törvényét, néha jönnek a felhők. Néha eltakarják azt a fényes csillagot, amiben kapaszkodnának, és mintha nem is lenne, akkor nagy szükség van a mellettem lévőre. Mert neki hát, ha még átsüt valami azon a bizonyos felhőn, és igenis, gyerünk, kapaszkodjunk egymásba. Kitartani hűségben ebben a bizonyos szolgálatban
kell az erő fölülről, meg egymásból. Aztán a kicsi apró dolgokban próbáljuk megfogni ezt a bizonyos szolgálatot. Nem kell nekünk a világot megváltani. Mindig olyan nagy dolgokra gondolunk, meg a hírekben, ugye, amik megjelennek, és olyan nagy dolgok, ami talán elérhetetlenek számunkra. Tessék picikkel kezdeni. Egyik szentünkről olvasta, nem tudom pontosan kiről van szó, elment hozzá valaki, hogy hát ő szeretne jobbá válni, szenté válni, talán azt is, de jobbá válni, hogy csinálja, hogy kezdje? Azt mondta neki a szent, tudja mit? Ha most kimegy, akkor szépen csöndbe csukja be az ajtót. Itt kezdjük. Ilyen egyszerű, apró dolgokban, vagy néha ezek a pici dolgok mi mindent meg tudnak mozgatni. Van egy történetem, valamikor a két háború között történt meg Győrben, volt egy pap, akinek az volt az egyik feladata, hogy a börtönbe járt be, és egy nagy kihívása a halálra ítéltekkel való beszélgetés, és azoknak a gyóntatása, egyáltalán a lelki megerősítése. És volt egy halálra ítélt rab, és a pap bement hozzá, hát szinte elzavarta. Aztán próbálkozott még beszélni, elég volt, hagyjon engem békén ez a maszlaggal, nem hiszek én, adjon békén. Viszont nem akart lemondani róla, és még próbálkozott, eljött a nap, utolsó nap már a kivégzés előtt, és kilépett a lakása ajtaján, és ott volt egy kislány. És ilyen tavaszi idő volt, és a kislány ibolya csokrokat árulgatott. Oda ment hozzá, és azt mondja, hogy tisztelő bácsi, vegyen tőlem ibolya csokrot. Tudja, egy kis pénzt gyűjtenék, gyógyszer kéne az édesanyámnak, beteg, és próbálok egy kis pénzt összegyűjteni ebből az ibolya csokrokból. Hát, pap gondolkodik, hogy mit csináljon az ibolyával? Megy a börtönbe, ibolya csokorra állítson be, hát meg egyáltalán mit. De aztán megsajnálta a kislányt, meg nem ez cél végül is, hogy támogatja, hogy hát, ha tud venni gyógyszert az édesanyjának, és hát megvette, mit tudom én, egy csokrot, vagy több csokrot, teljesen mindegy. Aztán betette a kabát a zsebébe, lassan is feledkedett róla, bement a börtönbe, a rab megint elutasító vele szembe. Mindig egyszer csak eszébe jutott, mielőtt elment volna, hogy hoppá, van neki egy csokoli bolyája. Bejut a zsebébe, odaadta neki, hogy nézd, ezt magának hoztam. És a rabnak, a halálra ítéltnek fölcsillant a szem, nekem virágot hozott. Hát igen, magának hoztam. Félig volt igaz, de tulajdonképpen a jó ügy érdekében ezt gondolta. Lényeg az, hogy ez a csokor ibolya nyitotta meg az ember szívét, és mondtál aztán a kis életét, és készítette el utolsó útra ez a bizonyos pap. A kicsi dolgok, amiket hogy lenézünk meg, hát mit számít el itt az emberiség nagy közösségében is, igen. Aztán még valami befejezésen ígérem, rövid leszek, hogy olyan próbáljuk egymást fölemelni, keressük meg a jót egymásban. Ez nem kerül pénzbe, nem kerül nagy előfeszítésbe, és egy Böjte Csabai történet van, valószínűleg elmondtam már, úgyhogy a ismétlen magamak elnézést, de hátra vannak mindig újszülöttek, akiknek minden új. Ugye a történet a következő, hogy a Böjte Csaba meséli, hogy egyszer péntek délutáni órákban indult vissza talán Dévára valahonnit, és akkor ugye este fele van, csöpög az eső, és stoppolnak az utcán, aki Erdélybe jár, tudja, hogy a sűrűn stoppolnak a látagnál is, hiszen az egyik közlekedési eszközük az volt, ide nem volt rendes buszjárat, meg ilyesmi. Na, szumárum egy munkás ember integet utcélén, fölveszi.
nem tudja a munkásra, nem ismeri őt föl, bejön a kocsiba, és hát elindulnak. Aztán, hát hogy a munkás ember a maga stílusában próbál szellemeskedni, meg próbálja a férfias üzenetet átadni, és mondja, hát megyek haza, hét vége van, és hát, hogy is mondja, nem szép jelzővel illeti az otthon lévő feleségét. És a Csaba rákérdezte, hogy kiről beszél maga? És mondja, hogy hát a feleségemről. Azt mondja, akkor megálltam, azt mondtam neki, hogy ide figyeljen, ha nekem valami jót nem mond az asszonyról most ebben a pillanatban, kiszállítom és menjen mással, vagy menjen gyarulni, mindegy. Nem igaz, hogy nem tud valami jót mondani róla. Szóval láttam, meglepődött, ezt által gondolkodott is, péntek délután van, csöpög az eső, hova menjen, hát próbál előködni, hát ha sikerülne valamit előszedni a tarsolyból, hogy mégiscsak jó helyen van már. És hát egyszer anyád az, hú, azt mondja, olyan jó bableves tud főzni. Na látja, ez már valami. És elindulnak tovább. Aztán megszólal a férfi megint, hogy hú, a palacsintája is milyen jó. Aha, kezdenek oldódni a dolgok, azt mondja, végig majdnem szentté avattuk az asszonynál, amikor mentünk, és végül is azt megegyeztek azzal, hogy egyszer elmegy hozzájuk, meglátogatja őket, és így tovább. Nem történt semmi. Csak valaki azt mondta, hogy figyelj, mondja már valami jót, nem igaz, hogy nem tud semmi jót mondani a feleségéről, és ez történt. Mert ugye férfi belkekben sokszor előfordulnak, hogy hát azért azt hiszik, hogy attól vagyunk a nagyok erősek, hogy ilyeneket tudunk mondani. Szóval apró pici dolgok a szolgálatnak a lényei. Ott, ahol vagyunk, ott, ahol gondvisel és tett bennünket, igenis azt megragadni. És befejezésül már tényleg csak egy mondat talán, hogy nem biztos, hogy persze ezekért mindig köszönetet kapunk. Általában jó tett helyébe, jót ne vár, sokszor ez. Emlékszem a Szalai János bácsi, aki a Caritasnak az alapítója, pontosabban vezetője volt itt a rendszerváltás után Pécsett, és egyszer mondja, hogy hát tudod máma, majdnem hárman akartak csak megverni. Azért, mert nem úgy tudtam segíteni, úgy tenni, ahogy neki tetszett volna, ez volt a köszönet, a hála azért. Sokszor ilyesmit kapunk, de nem azért tesszük, hogy most mit kapunk vissza, hanem azért, mert ettől leszünk emberek, ettől leszünk krisztusi emberek, ettől emelkedünk föl a földről. Szent Vince ünnepe van a diákonus, a szolgáló, aki szolgál, próbáljunk meg szolgálni. Próbáljuk meg az igaz ügyet, nemes ügyet szolgálni ebben a világban, és ebben próbáljunk kitartani. És a kitartás a hűséghez előtonnét fölülről kapjuk, meg fogjuk kapni a térjük, meg a mellettünk lévőktől. Aztán ne próbáljuk a világot megváltani, meg van az váltva már. Pici, apró dolgokban kezdjük ott a végeken, tegyük, akkor is, hogyha nem kapunk érte köszönetet, az igazi köszönet azért majd fölülről kapjuk meg. A korábban megtartott szentmise után nem sokkal a Szőlőhegyi rendezvénytéren gyülekeztek a Vincennap résztvevői.
A hidegre fordult idő, a csípős hideg szél meg is rostálta kissé a program közönségét, akik az alkalmi vendéglátás jegyében jóízűen haraptak a zsíros kenyérből, az asztalokra kitett hurka, kolbász, disznósaj darabokból. Némi bor is akadt az ennivaló mellé, egy kis műsorral és polgármesteri köszöntővel egyetemben. Nincs Vince nap zene és ének szó nélkül. Előbb az önmagát tangóharmonikával kísérő Havasi Róbert kapott nyílt színi tapsot dalcsokráért, és kijutott az elismerésből a Sokadia zenészeinek is. A rendezvénytéren Pávkovics Gábor polgármester köszöntötte a Vince nap közönségét. Hát szerencsére a Jóisten ismét velünk van, és gyönyörű időt varázsolt ide nekünk. Vince nap. A 200-as és 300-as évek fordulóján Szent Vince a Római Birodalom hispán részén élt, ha jó emlékszem, Zaragózában, és Valér püspök diákja is patronusa volt, és a hitéért, a Jóisten iránti szeretetéért és Jézus csodálatáért meghurcolták az életében, megkínozták, és vértanú halált is halt 304-ben. Sokszor felmerül az a kérdés, hogy Szent Vince, Vincének milyen köze volt a borhoz, és milyen köze volt a szőlőhöz. Nagyon sokan azt fogalmazzák meg, hogy gyakorlatilag semmi, de ennek ellenére a szőlős gazdák és a borászok a védőszentjüknek nyilvánították, és azóta is tartja ezt a szokást a világ. Szent Vincének volt egy elkötelezett célja, hogy kiálljon a hitéért, és akár az élete árán is kiálljon és megtartsa ezt a hitet. Jézus azt mondta, és talán ez az egyik kötődési pont, hogy én vagyok az igazi borvessző, és atyám az igazi szőlőműves. Talán ez volt az egyik olyan kapcsolódási pont, ahol a Szent Vince és a Jézus is a kereszténység összekapcsolódik. A másik ilyen gondolatvilág, amit tudományosan megfogalmaznak, hogy Vincent, azt a francia nyelven elemezzük, akkor a száz bort
jelent. És innentől kezdve már kapcsolódási pont van, közvetlen kapcsolódási pont Szent Vince és a borkészítők, szőlősgazdák között. Nagyon sokszor el szoktam mondani, hogy a bornak a sav a tengelye. Ezt talán legutoljára egy születi fesztiválon mondtam el. A sav a bornak olyan tengelye, hogy arra rakódnak rá az ízek, a zamatok, és ez tartja meg a bornak a karakterét, ez támasztja meg a bor igazi minőségét. Na most az emberiség életében ez a tengely és ez a támasz, ez nem más, mint Jézus Krisztus, a Jóisten és a kereszténység. Én azt szeretném kívánni mindannyiunknak, hogy a keresztény Európa térjen vissza ehhez a támaszhoz, mert a keresztény Európa jelen pillanatban beteg. És hogyha ezt a támaszt újra meg fogjuk tudni találni, akkor azt gondolom, hogy a keresztény Európa az meggyógyulhat, és ebben az irányban tudunk erősödni. Én remélem, hogy a Vince napi rendezvényünk elősegíti azt is, hogy meginduljon a meccés, meginduljon a tavasz, és tavasszal ezt a támaszt Magyarország ismét találja meg. Polgármester úr, a Vince napon vagyunk, január 22-en Mohács idei nyitó rendezvénye és egy nagyon-nagyon családias hangulatú programja. Pávkovics Gábor ilyenkor mennyire polgármester és mennyire magánember? Hát ez egy nagyon jó kérdés egyébként. Nekem is van egy szőlőm, és a Vince napra korábbi években is kijöttünk baráti társaságokkal, kisebb-nagyobb csapattal, úgyhogy ilyen tekintetben magánember vagyok. Olyan tekintetben, hogy a városnak egy olyan jellegű rendezvénye, amivel elindítjuk szinte ezt az évet, akkor meg azt mondom, hogy polgármester vagyok. A mi szőlőhegyünk az egy csodálatos környezet, én azt gondolom. Egyre többen költöznek ki a szőlőhegyre, egyre többen kívánják az infrastruktúrát, amire majd költenie is kell a városnak. És én azt gondolom, egyrészt a pandémia is rásegített erre, mert a városi létet nagyon sokan lecserélték egyszerűbb, de tisztább környezetre, és azt gondolom, hogy a mi szőlőhegyünk az ebben az irányban, nagyon jó irányba mozdul. Erre figyelnünk kell a város vonatkozásában is, és ebből a tekintetből polgármesterként vagyok itt ezen a rendezvényen. Aki ismeri a városfejlesztési programot, az nagyon jól tudja, hogy Mohács minden eszközzel igyekszik növelni a turisztikai vonzerejét. Évről évre több a programunk, a rendezvényünk, és emeli a város lehetőség szerint infrastruktúrát is igyekszik társítani, elegendő mondjuk a Selyemgyár kulturális negyede, vagy az újonnan megnyitott Szent János Hotelre gondolni. Ha arra gondolok, hogy egyre több turistát szeretnénk ide csábítani, akkor ebben a nagy-nagy kínálatban a mohácsi bor az megtalálta már a maga méltó helyét, elfoglalta ezt a helyet, ami megilleti. Mohács életében a turisztika egyre nagyobb szerepet fog kapni, pont amit szerkesztő úr elmondott, hogy olyan intézményeket próbáltunk meg becsatornázni az intézményrendszerünkbe, aminek alapvetően ez az alapja. Van busúdvarunk, van selyemgyárunk, a hotellel is foglalkoznánk, van egy Dunánk, az is nagyon fontos, tehát nekünk a turizmusra építenünk kell. Na most az elkövetkezendő években, amikor már megépítettük az alapszolgáltatási infrastruktúráinkat egyéb tekintetben, ebbe az irányba lépéseket kell tenni. Azt gondolom, hogy a közelgő Mohács 500, az is nagyon fontos vonatkozás lesz az idegenforgalom fellendítésében, és akkor viszont a helyi értékeinket és a helyi termékeinket pozícionálnunk kell. Ez alatt azt is értem, hogy táncsoportokat, néphagyományokat, nemzetiségi önkormányzatainknak a pozícióit kell erősíteni, de mellette a saját termelésű is és olyan termékeket, amit helyben állítunk elő, és ennek van létjogosultsága, én azt gondolom, a mi turisztikai vonzerünknek a megteremtésében. A mohácsi bor egy kiváló bor, nagyon sok jó borász van a mi környezetünkben, egyre többen hobbiként kezdték, aztán belefogtak egy olyan minőségbe, hogy már bátran ki tudják tenni a polcra azt a terméket, amit termelnek. A mohácsi bornak van jövője. De emellett még azt is el szeretném mondani, hogy a mohácsi kézműves termékeknek is van jövője, ami alapvető élelmiszerek vonatkozásában is van. Itt nagyon sok termelőt ismerek, aki mangalicával foglalkozik, többen sajtokat készítenek, lekvárokat, különböző szörpöket,
Én azt gondolom, hogy nekünk meg kell tudnunk teremteni azokat a fórumokat, ahol ezek a termelők be tudnak mutatkozni. Ezért szervezzük mondjuk a Deák téren a kézműves vásárokat is. A környezetünkben lévő kézművesek, akik iparművészek, de mellettük meg tudnak jelenni azok is, akik a borral, a borkészítményekkel, illetve különleges élelmiszerkészítményekkel dolgoznak. Az itt telepített néhány tőkeszőlőt Csősz István kanonok plébános áldotta meg, néhány szóval fel is idézve a szent alakját. Áldását kérvén szőleinkre, földjeinkre, a benne dolgozókra. Aztán van a mai napnak egy másik aktualitása, emlékezése is, hogy nevezetesen 99 évvel ezelőtt fejezte be Kölcsey Ferenc a himnuszunkat, melynek első szavai szintén az Isten áldását kérő könyörgés nemzetünkre, földjeinkre, szőleinkre, munkánkra, családjainkra, az otthonunkra, ahol élünk. Valahányszor kijövünk, jusson eszünkbe, hogy egy nagy egész részeként élünk, dolgozunk, és itt a kicsiben, végeken dől el egy nagyobb egész sorsa. Vas Albert mondta a következő mondatokat, hogyha megtalálom, elmondom, hogy a haza sorsa a békében dől el, nem a háborúban, még a legjobban sikerült háborúk sem tudják helyrehozni azt, amit a békében elrontottunk. Hát én kívánom, hogy ne roncsuk el rosszul végzett munkánkkal, szőleink és vele együtt nemzetünk sorsát. És akkor most imádkozzunk azért, hogy az Úristen áldása kísérjen bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindenható Istenünk, tekints, oltalmazd szőlőnket, hogy azt a jég el ne verje, a szél meg ne döntse, a hőség ki ne égesse, káros esőzés el ne pusztítsa. Őrizd meg épségben és az emberek testi, lelki javára, érleld meg azt. Örök mindenható Istenünk, te egyszülött fiad által elénk tártad, hogy te vagy egyházad szőlőművese. Minden olyan szőlőveszőt, amely Krisztusból az igazi szőlőtőből sarjad, szeretettel ápolsz, hogy bővebben teremjen. Add meg nekünk, gyermekeidnek, hogy a bűnök tövisei el ne nyomják bennünk az általad kezdett jót, hanem a Szentlélek által megszentelve örökké tartó gyümölcsöt teremjünk. Mindenható Istenünk, te teremtetted az eget és a földet, a tengert és az egész mindenséget. Alázatosan kérünk, hogy szőlőnket megáldani, megszentelni és gyarapítani méltóztas, töltsd meg pincéinket a gabona és a bor bőségével, hogy azoknak örvendve dicséretet és hálát zengünk neked, Krisztus a mi Úrunk által, s a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szájon határunk minden szőlőjére, és maradjon rajtunk mindörökké. Amen. A veszők közül párat nyomban megismertszett polgármesterünk, majd közösen kocintottak az egyház képviselőjével. A nap a szokásokhoz híven szabad pincejárással folytatódott. Sok helyen frissen főzött pörköltekkel és egyéb ételekkel ágyaztak meg a barátság jegyében elkortyolt boroknak. Ahogyan tették és teszik ezt Mohácson évszázadok óta. Egészségükre!
Kedves nézőink, ennyi fért februári első magazin műsorunkba. Legközelebb jövő héten szerdán, ugyanebben az időpontban várom Önöket. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!